2019-ben a nagy sikerre való tekintettel kétjen úgy döntöttek, hogy hagyományt teremtenek a Kolbásztöltő Fesztiválból. Így is lett, bár 2020-ban nem, egy évvel később újra megrendezték a programot, és természetesen idén sem maradt el. Ezúttal különleges programelemekkel készültek a szervezők. Ennek a rendezvénynek az volt a célja, hiszen egy visegrádi 4-es pályázaton indultunk, amin szerencsésen nyertünk 10.000 eurót, amit arra fordítottunk, és a rendezvényünk címét is így alkottuk meg, hogy a közös múltunk felidézése, a visegrádi királyok, visegrádi országok királyainak találkozója kétjen. Ez volt pontosan a rendezvénynek a címe. És hát a közös múltunk megidézése köré húztunk egy ilyen középkori történetet, és nagyon sokat ötleteltem azon, hogy hogy lehetne, és nagyon jó dolgok jutottak az eszembe, és ezeket hála Istennek sikerült megvalósítani, és volt itt minden. Királyok, zsoldosok, kézművesek, sikerült fölállítani egy középkori kézműves utcát, nevezzük így, ahol volt egy kovács, egy bronzöntő, egy fazekas, egy bőrös és gyöngyfűző is volt. Na most mindenki kórhű ruhában volt, mindenki megpróbálta megidézni az akkori kornak a viseletét, az akkori szerszámokat, az akkori anyagkészítés, anyagformálási módokat. A történelemből tudjuk nagyon jól, hogy nincsen, akkor abban az időben nem volt maga a Szlovákia, az is Magyarországhoz tartozott, viszont a érsekétiekkel, a felvidékiekkel 26 éve együtt vagyunk, tehát ebből a programból ilyen formán nem lehetett kihagyni, és akkor jött az ötletem, hogy csináljuk azt akkor, hogy a királynét, Erzsébet királynét, Károly Róbert feleségét az érsekétiek szolgáltatják, hiszen az egész programnak az volt a lényege, hogy minden ország, aki itt szerepelt, a maga királyát, azt ő hozta magával. Tehát a lengyel király az egy lengyel fiatalember volt, a cseh király az egy cseh srác volt, és a magyar király természetesen ugye az a mi fiaink közül lett. A királyok kórhű bevonulását követően lakoma vette kezdetét, természetesen kolbász került a terítékre. A visegrádi királytalálkozónak a lényege, hogy ugye akkor is aláírtak egy szerződést, mi is aláírtunk, a négy polgármester, illetve a brezovai polgármester, nem tudott eljönni, de az ő képviseltében lévő hölgyel, aláírtunk mi is egy ilyen megállapodást, amiben a testvértelepülési kapcsolatok lehetőségét vitatják majd meg a testületek, amikor ugye mindenki majd hazaér, és elmeséli, hogy itt mi volt, és hogy mi ezután is még mit szeretnénk. És akkor nagyjából a középkori rész itt véget is ért, és utána visszakanyarodtunk a jelenbe, és délután a folklor programokkal kedveskedtünk a közönségnek, illetve szórakoztattuk a megjelenteket. A kolbásztöltésre egyébként 25 csapat jelentkezett. A csoportok 10 kg kolbászhúst, kenyeret, mustát és evőeszközt is kaptak.